Amis osa talua mukailtim, jukuta sim. Os etesille tapia amastukäyty fisetyk. Isiupankit as okojusokua kaiftim. Itiupankit apapajus kaiftim. Amis osa talua kaipu temit naasaki fuosua amerikaiftim. Amis osa talua ka metu puut apulas. Az éteszélet tálulóka legvan, tüme a kontaszolni nasa. Az éteszélet tapiat amú pisut utta. Tálulóka jók faszi. A miszosza tálulóka befont klimlevesz. A joghurtos zöld fűszeres zöld bab leveshez kell zöld bab, húsleves vagy leszúrt alaplé, majd a behabaráshoz joghurt, egy pici keményítő cukor, piros paprika, babérlevel, fokhagyma és sok-sok zöld fűszer. Na, először jöhet a leszűrt húsleves vagy alaplé. Én tudják, hogy én sokkal szívesebben használok levesekhez és főzelékhez ilyet, mint bármi más, de ha mondjuk nincs, akkor vizet használjanak, mert végül is azért a zöldségek adnak majd ennek ízt. 1,2 liter, én mindig úgy szoktam számolni egyébként, hogy egy személyre 3 deci vizet, és ez egy 4 adagos leves lesz. Úgyhogy a húslevest elkezdem egy kicsit felforralni, közben pedig előkészítem a zöld babot, amihez legszívesebben ilyenkor, amikor szezonja van, ugye nyáron az egész piacon rengeteg különböző babféle van. Én nagyon szeretem, hogyha vegyesen tudom használni ezeket a zöld babokat, ugye mutatós lesz, nagyon szép zöldet és sárga színűt használok a legszívesebben. És akkor egy trükk van, amit én egy külföldi séftől tanultam, ugye a zöld babot azt én már itt előkészítettem, de képzeljék el, hogy én régen mindig úgy pucoltam meg a zöld babot, hogy ezt a kis hegyes csúcsát is lecsipentettem. És igazából egy külföldi séf barátom mondta, hogy hát normális vagy, azt nem szabad lecsipenteni, ebben van a legeslegtöbb ízanyag, úgyhogy azóta tényleg én is így szoktam. Egyrészt nagyon mutatós, másrészt tényleg nagyon intenzív az íze, egyszer kóstolják meg csak így a zöld bab hegyét. A megpucolt zöld babot körülbelül olyan 2-3-4 centis darabokra vágom, és ezt fogom majd a levesben megfőzni. Persze egyébként a különböző baboknak nagyon sok kultúrában megvan a saját hagyománya és szerepe. Tulajdonképpen, hogyha a Földön körbe járkálunk, akkor a világon szinte minden országnak megvan a saját specialitása, mindenféle típusú babban, ugye, hogyha mondjuk Latin-Amerikába megyünk, ahol a gasztronómiának gyakorlatilag abszolút nélkülözhetetlen része a bab, ott főleg ezt a pici kis fekete szemű babot szokták használni, nagyon finom, meg hát bárhova, ugye mediterrán vidéken, olaszoknál, franciáknál vannak ilyen jó kis eredetvédett, nagyon jó minőségű, különleges, apró szemű babok. Aztán mondjuk, hogyha az ázsiai desszert kultúrába kalandozunk egy kicsit, akkor ott eléggé meglepődnének, ugyanis ott például a desszertek töltelékeként ilyen vörös babot szoktak használni, az a neve, hogy azuki bab, ilyen pici apró szemű, és kicsit ilyen gesztenyés, úgyhogy nagyon sokszor ilyen gombócokban, meg süteményekben használják. Na, hogyha a zöld babbal megvagyunk, akkor ez jöhet az alaplébe, ugye 1,2 liter alaplevet, vagy húslevest használok, vagy vizet, és ebben jöhet körülbelül fél kiló zöld bab. Ezzel megvagyunk, akkor jöhetnek az ízesítőanyagok, 2 fokhagymagerez, ez csak úgy, ahogy van, egészben beledobom, 2 babérlevél, só, bors természetesen, bors, és a babot lefedve körülbelül olyan 15 perc alatt puhára főzzük, ugye azért vigyázzunk rá, hogy ne főzzük nagyon-nagyon szét, de azért puhulja meg. Én az zöldbabnál egyáltalán nem szeretem, hogyha al dente és kicsit is ropogós, úgyhogy rendesen puhára szoktam főzni. Amikor megfőtt a zöld bab, ami körülbelül nyilván bab típusától függően körülbelül olyan 10-15 perc lehet, akkor jöhet a habarás. A habaráshoz én joghurtot használok, attól is egy kicsit könnyebb lesz, egyébként nagyon jó a kalóriatartalma, és egy adagban olyan 180 van.
joghurttal szeretem behabarni ezt a levest, ráadásul ugye ezt majd hidegen fogjuk fogyasztani, jéghidegen szerintem a leges, legfinomabb. Úgyhogy jöhet bele körülbelül 2 deci joghurt. Amit egy kis keményítővel fogok majd kikeverni. Én a keményítőt azért szeretem használni egyébként, mert sokkal sejmesebb lesz tőle szerintem a leves állaga, és egy fokkal egészségesebb is, mint a sima liszt. Körülbelül olyan 2 evőkanál jöhet bele. Aztán egy csipet piros paprika, mert bár egyébként ezeket az ilyen édes savanyú leveseket, pikáns leveseket én fehéren szeretem jobban, de valahogy ehhez a zöldbab leveshez én szeretek egy picike piros paprikát használni, a szép, enyhén, lazacos, rózsaszínű lesz a színe, úgyhogy nagyon jól néz ki, meg hát ízben is persze sokat ad hozzá, hogy jöhet bele körülbelül egy, hát mondjuk egy ilyen fél teáskanálnyi. Persze, mint egy teljesen hagyományos habarásnál, picit a leves főzőlevéből hozzámerek, azért, hogy a hőt kiegyenlítsük, és ugye ne sokként érje majd ugye a levest ez a hideg joghurtos massza. Ezzel egy gyors keverés, ugye egyébként a keményítővel, mert forralni nem szabad, mert akkor pont elveszíti ezt a sűrűsítő funkcióját, úgyhogy tényleg 1-2 perc, és kész is. Közben finomra aprítom a zöld fűszereket, ami ennek a levesnek igazából a lelkét adja, amitől már nagyon-nagyon nyárias lesz, és ugye jéghidegen ajánlom ezt a levest, az pláne soha nagyon-nagyon finom, így sok-sok kaporral, petrezselyemmel. A zöld fűszerekkel persze már nem főzzük tovább a levest, ugyanak a friss ízét szeretnénk megtartani. Most már csak 2 apróság jön bele, egy pici cukor és egy pici citrom, hogy ugye ez a jó kis édes savanyú egyensúly meglegyen. Citromból egy olyan, hát majd meglátjuk, mert nyilván ugye a joghurt, vagy hogy a tejfölt használnak, ugye annak a savanyúságától függ, de szerintem egy fél citrom nyugodtan mehet bele, ugye ez egy igazi nyári hűsítőleves, hidegen használjuk, vagy hidegen tálaljuk, akkor ugye még jobb, hogyha savanykás, úgyhogy egy fél citrom, és a cukorból meg mondjuk egy evőkanál. Persze ilyenkor meg kell kóstolni és kiigazítani az ízeket. Na, a zöldbableves elkészült. Miso asti képeké mi avaszók, spiso tóta. Miso tálóak, amatólat. Az éteszélet tapja, amasztukát fizetük. A miso tálóak az új Foodbi Max. A miso tálóak a Wipu, te mit nász, aki fogazol amerikai FD. Újabb útópalkét a Mélenkájfté. Mélen, mindig egy jó szakítőme. A mészó tanuló a kaszanonteket hiszed. A szívünk szakítőme.